Hali papi, mami, üdvözöllek benneteket. Hát voltunk a Habibiben pipázni, és akkor ezen felbuzdulva mondom, és csak egy ilyen almába töltött két almás vízipipa dohányt. A következőkre lesz szükségünk, ugye almába fogjuk tömni magát az Alpha Care két almás dohányt, mondjuk ez az avzalosból van áttéve, tehát ne zavarjon meg senkit, ez egy két alma Alpha Care lesz. Valamint ánizs teát fogunk főzni, ánizs teával fogjuk feltölteni magát a víz helyett a vízipipánkat, ezért ánizs fűszert fogunk használni. Többi meg igazából már ilyen kis design meg látvány elemek lesznek. Először feltesszük az ánizs teánkat, ugye a fűszerrel fogjuk elkészíteni, jól megszórjuk ánizsal, és ezt majd szépen leszűrjük. Már most nagyon-nagyon finom illata van egyébként. Az igazi, ilyen erős ánizs illat, ugye, ami a két almás pipában is megvan. Látjátok, hogy azonnal kiereszti egyébként az ánizs a ízét, tehát a színén látni, hogy rögtön színezi el a vizet. A legelső, hogy el kell készítenünk az idézőjelbe kerámiánkat, ugye gyümölcsből. Hát jó lenne megnézni, hogy hol szűkül jobban az alma. Igazából itt jobban szűkül, tehát csak jobb lesz, hogyha a tetején vágom meg, és ez lesz maga az a rész, ahol ugye tömni fogunk. Egyébként a két oldalt meg kéne vágni egyenesre, hogy egyenesen álljon. Az asztalon ez a ketté húzható két deszka rész, és akkor azt használom igazából egy vonalnak. Innen felülről így jól látni. És igazából itt így egyenesre vágom. Tehát jól látni, hogy mennyire nem középen van az almán ugye a csumma rész, de az minket nem fog zavarni egyébként. Itt is próbálok vágni egyet egyenesen, jövő éles késsel. Egy kicsit még korrigálok. Körülbelül ennyi. Ezek majd dizájnelemnek még jók lesznek. Lukasztunk egy ilyen lukasztó segítségével itt egyet, itt a közepén. Próbáljuk a csumáját így kiszedni, meg ugye lefelé kell egy furatot csinálnunk, ahol be fog érkezni a pipa, akkor nála meg tudom tolni, és akkor így kijön a hátulján. Hát itt jól látni egyébként, hogy a lukasz teljesen jól sikerült, és már rögtön ki tudjuk próbálni, ugye, hogyha az üvegre ide ráültetjük. Szerintem pont jó, mert így egy kicsit feszülni is fog. Egy dologra kell figyelni nagyon-nagyon, hogy az alma az a hőhatással nagyon elkezd puholni. Tehát, hogyha nekünk ez össze plöttyed, akkor így le fog csúszni, és az egész szétesik. Tehát igazából erre kell figyelnünk. Úgyhogy túl nagy lukat, vagy túl nagy ilyen dohánytölcsérészt nem is akarok vele csinálni. Olyan lesz igazából, hogy elkezdem vágni körbe, mint egy ilyen hagyományos egyiptomi kerámiának a nagysága. De ugye fanel lesz, mivel körbe tömjük nyilvánvalóan. Körbe bevágjuk, és akkor én így szoktam, hogy itt vágom meg, kiválok egy ilyen darabot, innen, és a kutyának odaadom. Ne gyere! Azt mondja, finom. Most itt megint megyek körbe, hogy itt a magházat értem, nem? És akkor még itt egy picit ezt ki fogjuk itt tágítani, hogy azért legyen hely a dohánynak. Ma még nagyon kevés megy bele, akkor igazából nincsen értelme az egésznek. Körülbelül így ki is alakítottuk azt a űrtartalmat, illetve készítettünk egy ilyen kerámia utánzatot ugye gyümölcsből. És akkor ide fogjuk belepakolni a dolgokat. Hát most megpróbáljuk rárakni ide. Megjobb lenne, ha teljesen rácsücsülne a tetejére. Inni. És akkor ezáltal, hogy rácsücsült a tetejére, ugye itt följebb került a maga ez az üvegrész is, tehát ide be tudjuk tölteni, tehát nem fog visszaesni a dohány, tehát egy körbe tudjuk tölteni. Jól látjuk, hogy igazából még egy picit én alakítanék ezen, hogy ilyen kis szép legyen. Ugye ha kicsit el is plöttyed, akkor nem tud lefolyni, mert pont a dohányán van, ez nagyon fontos. Ha nem tudjátok ezt megcsinálni, valami alá kell támasztani, tehát azt is szokták, hogy egy narancsot ráhúznak és arra az alma, hogy valami akármivel kitámasztod, ami mondjuk nem fogpiszkál, mert azon is hogy átszúródik, tehát valami nem éles dologgal, valami keményebb dologgal, akár még a csumáját is egyébként oda tehetném alá, vagy valahogy meg lehet oldani, hogy ezt tartsa valami mindenképp. Hát a tömés ez teljesen úgy fog történni, mint ahogy ez a rendes kerámiákban. Kicsit felaprítom itt a...
Igen, azt látom, hogy innen még azért jöhetne. Megpróbál még innen csalni. És akkor így ki tudok szedni még ilyen részeket, sőt azért szerintem innen is jöhet még egy kicsi körbe. Anélkül, hogy a tömésemet elrontanám, ki tudok szedni még innen. Szóval azért jóval nagyobbra kellett, most látom, hogy tényleg nagyon picike ez a töltsér, így nem lesz értelme. Na, így már jó lesz viszont. Hát annyi megy kb. Bele, mint egy ilyen hagyományos, aluljukas egyiptomi kerámiában, mondjuk egy ilyen kisebb faltában, annyi azért belemegy bőven. Jó, és akkor, hogy ne égjen meg, ezt most nagyon jól el kéne egy kicsit rendezni benne. Télszerszámmal fogjuk megtenni. Meg egyébként itt a szeneket elkezdi majd lehűteni maga itt az almának ez a része. Azért nem itattam most föl ilyen Szilviával, vagy valamilyen ilyen törlőkendővel az almát, mert szerencsére ez egy nagyon nem ilyen leveses alma volt, nem volt elég lédús, de nagyon fontos, hogy ilyen éretlen almába tömjetek. Az érett alma az így az egész szét fog esni, illetve ugye a szenek nem fognak rendesen izzani rajta, mert túl sok a lé, úgyhogy még itt a szélét lehet, hogy még én is azért letörlöm, mielőtt lefóliázom. Csak hogy megpróbálom a sarkáról így fölitatni igazából a nedvességet, mert a szeneknek az nagyon nem jó. Itt, és akkor jöhet a fóliázás. Ugye ez már problémásabb része a dolognak, mivel nem olyan kemény egy alma, mint maga, vagy nem olyan kemény az alma, mint maga egy kerámia, tehát tényleg ügyesen figyelve kell fölrakni, elég nehéz, főleg egy páncélfóliát, ugye. Szerencsére látjuk itt a sarkát, itt megtudom így belőle ott, és akkor szépen elkezdtem így ráhúzni. Tehát tényleg csak ilyen kis finom mozdulattal. És amikor ez kész van, akkor ezt levehetjük, ugye majd látványelemként próbáljuk elkészíteni, azért látszon az alma, hiszen akkor nem lesz igazából értelme. És egész egyszerűen ezt a fóliát itt körbevágjuk ilyen nagyon vékonyan, megint körbe. Ugye ezt jóval nagyobb almába kéne tömni, egy ilyen óriás almába, akkor lenne a legtutibb. Igazából. És akkor ezt vissza tudjuk ide tenni. Maradék almából ugye vágunk ilyen kis sarkakat. Sarkakat, de jó név. És akkor az egyik oldalára feltűzzük ugye az almát. A másikba meg bele fogjuk szúrni az almába, plusz ugye az oldalába, hogy fogja a fóliát. És akkor ezt megismételjük a túloldalon is. Ez nem csak látványelemként funkcionál, hanem igazából tartja a fóliánkat is. Így. És akkor de szintén. Most jön a lyukasztás, ami ugye nagyon kell vigyázni. Tehát lefogom, és tényleg megkeresem, ugye, hogy hol vannak a lukak, és tényleg ilyen nagyon finom mozdulatokkal kezdem kiukasztani. Itt is látom, hogy itt behortad egyből a fólia, tehát ez döfködni semmiképp nem szabad. A közepét ennek sem fogjuk lyukasztani ugyanúgy. Design elemként arra gondoltam, hogy még egy kis dinnyét fogok rátenni, akkor így beszúrjuk az oldalába. Egy kicsit így közelebb vissza. Ilyen. Valamint ide is fogunk rakni. Szerintem nagyon szép kis koktélunk van. Most már kérdés csak, hogy az íze milyen lesz, ugye? Jó van, megkóstoljuk a dinnyét is, na gyere! Tessék! Malacka! Szóval akkor az ánistáránkat beöntjük, itt a legfelelőbb lesz. Amíg egy pár jeget azért dobok mellé. Pár jeget azért dobjunk még mellé szerintem.
sűsítőbb legyen, így talán már jó is lesz. Szívesen látnád dohányod tesztben, vagy akár támogatnád a videókat dohánnyal, vagy egyéb dologgal, pénzt nem fogadunk el, a következő címre várjuk. 1631 Budapest, Sashalom 1-es posta, Podmanicki István, postán maradó küldeményként ad fel. Üzenetben jelezd, ha feladtad, valamint hogy neved, bemondhatjuk-e a videóban. Köszönjük és bőfüstöt! Csatlakozz Facebook oldalunkhoz! Képek, tippek, trükkök, és legyél napra kész minden videóról!